A közel-kelet évtizedek óta egyértelműen különböző szinten, de feszültségek forrása, és az utóbbi időben egészen konkrétan Izrael és térségében pedig egy háborús konfliktusnak a tanúi vagyunk. Ennek rengeteg olyan vonatkozása van, amely valójában valamennyünket könnyedén érinthet, ugyanis gazdasági, világgazdasági vonatkozásai is vannak. Arról már nem is beszélve, hogy az érintett országok szintén miképpen élik meg a gazdasági válságnak ezt az időszakát. Úgyhogy erről beszélgetünk stúdiónkban szakértőnkkel, Tatár Mihályal, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető szakértőjével. Voltak éppen, amikor háború van, akkor a gazdaság azt gondolom, hogy alapvetően fölborul. Néhány olyan vonatkozása van, amit klasszikusan úgy szoktak emlegetni, hogy bizonyos iparágaknak, üzletágaknak jól megy ilyenkor, de azért összességében szörnyű helyzetek szoktak eredményeződni egy ilyen szituációban. Most mi a helyzet? Hát, természetesen, mint minden ilyen háborús konfliktus és, és, a hadműveletek maguk azok, azok szétzilálják a, a országoknak a gazdaságát, és ez, ez különösen súlyos egy, egy minden közelkelti konfliktus alkalmával, hiszen a, a kelet az tulajdonképpen olyan, mint a, mint a világ gazdasági útvonalainak a, a, középpontja, hogy, hogyha belegondolunk az olaj vagy a gáz jelentőségébe, akkor gyakorlatilag minden, minden, minden a világ összes gazdasági érdeke ott találkozik a közelkeleten. Ennél fogva ebben a szituációban hogyan reagál mindaz a tényező, gazdasági, világgazdasági tényező, amik egyáltalán reagálhat? Mit mutatnak a barométerek a szakértő számára? Igen, hát itt, itt van két nagyon fontos dolog, és a, a nagyon sokszor a hírek ezeket összemossák, tehát az egyik dolog az az, hogy valami, valamilyen nyersanyagnak a fizikai termelése és a fogyasztása, hogy áll például az olajé vagy a gázé, és van egy másik nagyon fontos, hogy a világpiac, ami, amin kereskednek ezzel az olaj és gázzal, az, az hogyan reagál ezekre a hírekre, hogy a kettő az, az különbözik, most fizikai értelembe véve, például az iráni olajtermelés, az nagyjából olyan két millió hordó tehát az iráni olajexport, a termelés az kicsit több, és ha belegondolunk, hogy a világon a napi olajtermelés az több mint 102 millió hordó naponta, akkor ez nem olyan sok egyébként, tehát nem olyan nagy az iráni olajtermelés, viszont a Iránnak a stratégiai helyzete az annyira fontos, hogy a, a piac mégis azt látja, hogy, hogy ez a világpiacon egy életveszély, hogyha valami történik az iráni olajjal. Ennek ugye két oka is van. Az egyik az, hogy gyakorlatilag most már három éve zajlik egy egy olajpiaci hát hadviselés a, a, a nyugat, illetve a nyugat az egyik oldalon is, és, és Oroszország és az OPEC-kel a másik oldalon, ahol a nyugat igyekszik lenyomni az olajárakat annak érdekében, hogy Oroszország elessen az olajbevételektől, és ne tudja folytatni az ukrajnai hadviselést. Míg Oroszország érdeke nyilván az, hogy feltornász a, az olajárakat a termelés visszafogásával, és a, a, az arab olajtermelő ország partnereinek is az az érdeke, hogy minél magasabb olajárak legyenek. Na most három éve van ez, a, ez az olajpiaci konfliktus a Nyugat és Oroszország és partnerei között, és azt mondhatjuk, hogy egy ilyen döntetlen alakult ki az Egyesült Államok történelmi rekordra futtatta fel az olajtermelését, ami egyébként egy érdekes jelenség így a zöld átállás keretén belül, miközben a Oroszország és OPEC visszafogta az olajtermelését, és ez a két erő egy nagyjából egy döntetlent eredményezett. Ugye, ha, ha megnézzük, hogy mit csináltak az olajárak az energiapiaci válság után, akkor úgy nem, nem olyan sok mindent. Tehát gyakorlatilag egy döntetlen helyzet alakult ki, nem, túl, nem túl magas az olajár, de nem is túl alacsony. És ugye ez, ez az kellett, hogy a, a történelmi mértékű ö, rekord amerikai olajtermelésen túl ö, gyakorlatilag, ö, hát hallgatólagosan a szankciók ellenére a nyugat hagyta iránt olajat exportálni. Ez egy, ez egy fontos ö, eleme volt ennek a döntetlennek. Tehát, hogyha ha, ha valamiért megsérül, megsérül, az iráni olajtermelés és az iráni olajexport, akkor való igaz, hogy csak 2 millió, napi két millió hordónyi export esik ki a világpiacról, ami a 102 milliós világfogyasztáshoz képest nem olyan sok, viszont Viszont ez, éppen ez az, ez az olaj adta azt az egyensúlyt, ami, ami miatt eddig nem tudtak fölfelé menni az olajárak. És hát a piac az úgy működik alapvetően, a világ olajpiacai úgy működnek, de az összes nyersanyagpiac is, hogy mindig a, a kockázatokat árazza be. Tehát nem feltétlenül azt, a, azt árazza be a világpiac, hogy, hogy, mi fog, hogy, hogy pontosan mik a kereslet-kínálati viszonyok, hanem a legrosszabb esetre ö, ö, alakít ki árakat. És ugye itt a legrosszabb eset az az, hogy ö, irán, irán olajlétesítményeit támadások érik, amiért irán viszonzásul mondjuk támadásokat indít szó olaj olajlétesítmények ellen, vagy lezárja a világkereskedelem egyik legfontosabb útvonát, a Hormuzi szorost. Most a, a, mind a kettő nagyon fontos, ugye a Szaudarábia önmagában egy háromszor akkor olajtermelő, mint, mint Irán, tehát hogyha az ottani olajlétesítményeket sikeres támadások érik, akkor annak nagyon súlyos gazdasági következményei vannak az egész világon és a hormozi szoros is egy, 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 nagyon kritikus terület. Ugye gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen, hát a néhány pontján ilyen szélességű átjáró, ami Irán mellett vezet, vezet, át, és ezen a, ezen a tengerszoroson át halad át a világ olajszállításának a 20 a és ami ugyanilyen fontos, az LNG, tehát a cseppfősított gáznak majdnem a 20%-a. Tehát gyakorlatilag például, a, amit India, ugye a másfél milliárdos India megvásárolt cseppfújtott gázban, annak a kétharmada átutazik ezen a hormozi szoroson, de ide sorolhatjuk Kínát is, ugye Kína is, a Kínát, Kína nagyon nagy tételben vásárolja a közelkelt és az iráni olajat is, az az olaj is ott halad át, de az európai országokat is ide sorolhatjuk, ugye nagyon sok európai ország vásárol például Katártól gázt, ezek is, ezek is minden érintett szállítmányok. Tehát hogyha ö, sajnos ö, kialakul az a helyzet, hogy hogy ilyen dominószerűen csapások érik ezeket a, 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 az energia útvonalakat és infrastruktúrákat, akkor akkor sajnos a piac a legrosszabb esetből indul ki, hogy, hogy itt, itt gáz- és olaj elérési problémák lesznek, és nagyon, nagyon magas áremelkedések is jöhetnek. És ebben a képben ugye ott van ebből a szempontból is az Egyesült Államok, gondolom, mert a cseppfolyós gáz az szintén az egyik stratégiai exportcikkévé katapultálódott, igaz -e? Igen, a, ugye nekik egy, ilyen, egy ilyen, ilyen kettős irányból is hat ez a dolog. Ugye egyrészt az Egyesült Államok a világ egyik legfontosabb gázexportőrévé vált, azon túl, hogy most már a világ egyik legnagyobb olajexportőre is, tehát ö, ilyen szempontból nekik nagyon előnyös, hogyha a világnak minél több amerikai olajra és gázra van szüksége, üzletileg ez, ez nagyon előnyös a számukra. Másfelől nyilván ö, az amerikának sem érdeke, hogy egy, egy totális káosz alakuljon ki az olaj és, és gázárakban. Gondoljunk bele például, hogy most már csak pár hétre vagyunk a, az amerikai elnökválasztástól, és hát a, a, a Washington egyértelmű üzenetet küldött Izraelbe, hogy az elnökválasztás előtt nem lehet, nem lehet iráni olajlétesítményeket megtámadni, akkor, a, akkor, ugye kilőne az olajnak az ára fölfelé, akkor kilőne a benzinár fölfelé, és akkor az amerikai választók azzal szembesülnek a választások előtt, hogy, hogy nem tudnak tankolni elfogadható áron. A térség közvetlenül pillanatnyilag háborús időket élő része, tehát Izrael, ugye a gázai övezet bizonyos szempontból a nyugati part, nem régóta Libanon. Valójában van-e olyan pozícióban, hogy megpróbálja, ha úgy tetszik, ilyen szempontok alapján is összehangolni a hadi lépéseket? Tulajdonképpen itt, 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 nagyon, hát hogy is mondjam, számunkra messzinek tűnő, de nagyon, nagyon én, geopolitikai játszmák zajlanak. Ugye egyfelől O, egyfelől ott van Irán, mint az egyik szereplő, és az ő, az ő hogy is mondjam, külföldi, külföldi szövetségesei és, és hát lányvállalatai, mondhatjuk így, ugye a libanoni Hezbollah például, de ilyen, ilyen a Hamas is Gázában, Ilyen, ilyen gyakorlatilag Szíriával is nagyon szoros a kapcsolat. És akkor van egy ilyen, van Szaudarábia által vezetett ilyen, ilyen, arab gazdasági blokk, amelyik hát egyre súlyosabb konfliktusokba keveredik az Egyesült Államokkal, egyre több az érdekellentét, másfelől viszont hagyományosan Iránnal áll szemben, és hát ugye volt egy nagyon erős kezdeményezés a Közelkeleten, hogy Izrael és Szaudarábia közel legyen egymáshoz, annak érdekében, hogy Iránt ellensúlyozzák. Most ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyon bonyolult geopolitikai játszma, ami, ami a tavaly október 7-i terrortámadások után hirtelen felborult, ugyanis egyik félnek sem állt érdekében folytatni az addigi célkitűzéseit. Tehát például Izrael esetében a, a az izraeli vezetés az október 7-i támadásból azt a következtetést vonta le, hogy még néhány ilyen súlyos atrocitásokkal járó terrortámadás Izrael ellen, és Izrael, mint ország nem fenntartható. Tehát, hogyha még néhányszor megismétlődik egy ilyen támadás, akkor a, akkor a fiatalok elköltöznek az országból, és, és mi, mint állam nem működőképes tovább. És gyakorlatilag úgy döntött, hogy, hogy a korábbi évek egy ilyen húz meg, erezd meg politikájával, hogy hogy a küzdelem a terrorizmus ellen, de alapvetően megpróbálnak mindig visszakanyarodni valamilyen béke folyamathoz. Ez gyak, ezzel gyakorlatilag felhagytak, és ha megnézzük az eseményeket, ugye Izrael teljes erővel most megpróbálja katonailag megsemmisíteni a hamas most éppen megpróbálja a Hezbollát megsemmisíteni Libanonban, és hát nyilvánvalóan Irán lesz a, a következő, amit meg fog támadni. Hogyha belegondolunk például a a néhány hittel ezelőtti rakétatámadásban, amit Irán intézett Tel Aviv ellen, gyakorlatilag kiderült, hogy balisztikus rakéták Iránból 12 perc alatt elérik Tel Avivot, és ugye Iránnak van egy atomprogramja. Tehát ebből úgy sejthető, hogy ha egyszer túl vagyunk az amerikai elnökválasztásokon, akkor, akkor egy, egy irán-izraeli háború gyakorlatilag elkerülhetetlen. Miközben ugye Izraelben magában is gondolom, hogy alapvető gazdasági típusú gondok is vannak, ha másból nem indulunk ki, ha jól emlékszem, 300 ezer embert mozgósítottak az október 7-i szörnyű terrorista támadás után, tehát ott nem hinném, hogy úgy rendben, nyugodtan mennek a dolgok a gazdaságban igazán. -e? Igen, abszolút ö, ö, gyakorlatilag ugye egy, 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 totális háborús állapot az, az egy ilyen nagyon érdekes hatásról minden gazdaságra egyébként, hogy hogy ugye, ami a gyártással termeléssel, a hadépar összefüggő dolgokat felpörgeti, viszont a civil gazdaság meg elkezd, elkezd szenvedni, és inflációval küzd, munkaerő hiányal, beszűkülnek az export lehetőségei. Tehát egy ilyen, ilyen minél tovább tart egy háborús állapot, annál, annál jobban szétzilálja azt a gazdaságot, ami, ami, ami háborúban van. Az Európai Uniónak ebben a világgazdasági összefüggésben van-e olyan cselekvési lehetősége, amely, ha úgy tetszik, az Európai Unió tagjai számára kedvező irányba próbálja fordítani a dolgokat? Igen, sajnos elsősorban megosztottságot látok az Európai Unióban, tehát nagyon sok szempont alapján próbál az EU kommunikálni, de, de ez nem nagyon sikerül neki, hogy ebből egy egységes álláspont legyen. Ugye ott van az energiafüggőség. Az Európai Unióba érkező olajnak több mint a 90 a tehát az Európai Unió olajfogyasztásának több mint a 90 a az külföldről van vásárolva, tehát import. A, a, a gáznak is több mint a kétharmada. Na most gyakorlatilag ennek is egy jelentős része a közelkátról érkezik, Katarból, más emirátusi országokból, egyre inkább Egyiptomon keresztül. Tehát az Európai Uniónak szintén egy nagyon erős érdeke fűződik hozzá, hogy a közelketen nyugalom legyen. Másfelől meg hát ugye ott van Nyugat-Európában az egyre nagyobb számú muzulmán közösség is, amelyik, amelyik hát nagyon erős nyomást gyakorol a, a nyugat-európai kormányokra, hogy hogy, hogy kapcsolódjon bele a közelketi politikába? Na most ugye főleg azért, mert tudom, hogy konkrétan kereskedéssel is foglalkoztál ilyen nyersanyagok terén, azért is kérdezem, hogy a, azok a nagy léptékű, mondjuk befektetők, azok, akik folyamatosan, ha úgy tetszik, elsősorban üzleti szempontból néznek a piacra, azok vajon ilyenkor mit látnak? Mi az érdekük? Ja, a, a, a piac mindig, 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 érdekek és, 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 kockázatok szerint gondolkodik, tehát egy kicsit, kicsit máshogy gondolkodik, mint egy, mint egy, egy háztartás például. Ugye a piac alapvetően azt látja, hogy, hogy a, 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 például Washington annyira nem akarja, hogy fölmenjenek az olajárak, hogy az veszélyezteti a, a, a választásokat a, a, az ő szempontjukból, hogy például az olajárak, az túl eléggé távol tartotta magát a piac. Ha megnézzük azt képest, hogy milyen csatározások mennek a közelkeleten, akkor az olajárak elég nyugodtan viselkednek. Ilyen gyakorlatilag ilyen, ilyen 65-70 dollár körül olajárak vannak. Ugye a magyar benzinárakon is látjuk, hogy, hogy még nem történt semmilyen katasztrófa. És ugye hosszabb, hosszabb távon azért az látszik, hogy, hogy ugye, amit, amit folyamatosan hallunk, hogy, hogy teljes erővel halad a zöld átállás, az azért főleg Európára igaz. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a, világot ott a világban mi történik, akkor azt látjuk, hogy tavaly egy új történelmi csúcsra ment ki a világnak az olajfogyasztása például. Tavaly egy új csúcsra ment ki a világnak a szénfogyasztása. A, a gázfogyasztás is hamarosan egy új történelmi csúcsponton van. ugye az Egyesült Államok, ami, ami elvileg szintén a zöld átállásnak az egyik motorja, ott hat éves csúcsponton van a benzinfogyasztás. Kínában ö, valóban nagyon jelentős napi szélenergia beruházások történnek, de azért ennél még na, na, nagyobb nagyságrendben építik a szénerőműveket, és ö, például a, a kínai áru mozgató közlekedés, tehát a, a szállítmányozást, azt ö, gyakorlatilag most LNG meghajtásúvá alakítják át, tehát rengeteg cseppfős gáz vásárol Kína külföldről. Tehát úgy nagyon sok minden látszik, csak az nem, hogy a, hogy a, a szénhidrogének iránti kereslet az, az csökkenne, helyette az látszik, hogy a, 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 a zöld átállás és a, a foszilis energia fogyasztás az úgy együtt növekszik, és ennek megfelelően a, a beruházások is, tehát Európa igyekszik, igyekszik minden foszilis energiaterületről kivonulni, lehetőleg be is tiltani a, 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 az olajat és idővel majd a gázt is. Ehhez képest a világ többi része viszont hatalmas léptékekben ruház be olajpiaci és gázpiaci beruházásokba, de úgy képzeljük el, hogy gyakorlatilag Kanadától, tehát Észak-Amerikától, Gánán keresztül, Kínáig minden ország egy ilyen gázalapú gazdaságot is épít, hatalmas gáz, kitermelő gáz, importáló gáz, feldolgozó kapacitásokkal. És uh, nyilvánvalóan akkor, uh, ha már befektetés van, akkor uh, ez minimum középtávú, de inkább hosszú távú uh, gazdasági stratégia, ha jól gondolod. Igen, természetesen, aki, aki egyszer már bele, bele néhány 10-100 milliárd dollárt abba, hogy a gazdaság az, az jól tudjon gázt kitermelni, mozgatni, meg feldolgozni, az azután nem fog egyik napról a másikra erről lekapcsolódni. És hát ezt is látjuk, hogy, hogy teljesen egyértelműen Kínának és az Egyesült Államoknak egy teljesen más zöld stratégiája van, mint az Európai Uniónak. Az Európai Unió gyakorlatilag először csak szélre és napenergiára akart építeni, amikor kiderült, hogy ez nem fog menni, most már szeretnék is atomenergiát is. Most ehhez képest Kína nagyon tudatosan arra törekszik, hogy olcsó szénenergiára alapozva elektrifikálja a gazdaságát, és egy nagyon fokozatos zöld átmenetet valósítson meg, ahol, ahol a, a szénnek, az olajnak, a gáznak, az atomenergiának mind megvan a, a szerepe. Az Egyesült Államok pedig egy nagyon olcsó gázra építi ezt a, a zöld átállást, tehát rekordgáztermeléssel és az Európai Uniónál négyszer olcsóbb gázra alapozza azt, hogy, hogy fokozatosan elektrifikálja a gazdaságot. És hát Kína is és az Egyesült Államok is gyakorlatilag most már nagyságrendekkel versenyképesebb, mint az Európai Unió. Ezzel sajnos kezdeni kell valamit. Magyar szempontból egy ilyen erősen összetett rendszerben hol húzódnak meg az érdekvonalak? Igen, mi itt ugye nagyon, nagyon függünk attól, hogy éppen, éppen Brüsszelben mi a politikai irány. Ugye gyakorlatilag a, amit az EU zöld átállási politikában, gazdaságpolitikában csinál, az egy nagyon erősen egy német ihletésű dolog. a német gazdaság ugye egy látványos lefelés pirában van, gyakorlatilag hat éve nem tud növekedni, most pedig egy újabb recesszióba csúszik bele éppen. A nagyon radikálisak a német kormány zöld szabálya és, és törvénygyára, emiatt egy órási befektetési bizonytanság uralkodik Németországban. Sajnos azt kell mondanunk, hogy, hogy a zöld átállási stratégiák közül Németország és Brüsszel kiválasztotta azt, ami a legrosszabb a gazdaságnak. És remélhetőleg itt lesz egy fordulat, ugye jövő ősszel német választások vannak, abban tudunk reménykedni, hogy, hogy először Németországban változik meg a, a gazdaságpolitika, amitől a brüsszeli gazdaságpolitika is megváltozik. Addig sajnos egy ilyen nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hogy a, ugye a magyar gazdaság az ezer szálon függ a némettől, nagyon függünk a, a német gazdaságnak a, a teljesítményétől, miközben az EU éppen egyre sűrűsabb kereskedelmi konfliktusba keveredik Kínától, és gyakorlatilag a, amire mi a, a magyar zöld szeretnénk alapozni, az a német és a kínai a gazdaságnak az ereje, a, a, abból mindkét hatásban most rosszul állunk. A német gazdaság lefelé mutató spirálja az milyen fő tényezőkből tevődik össze? Miért van ez így? Tulajdonképpen itt, itt, időrendben több dolog is történt, és, és gyakorlatilag, mint amikor a, valaki folyton csak rossz lapokat húz, így egymás után húzta a német gazdaság a rossz lapokat, Ugye már a Merkel kormányzat elkezdte ezt a nagyon radikális zöldáltási politikát. Itt fontos hangsúlyoznunk, hogy nem önmagában a zöldáltással van a baj, nem is önmagában a nap és a szél energiával ezek. A nap és a szél energia két nagyon jó energia ener, energiafajta, a, a saját céljaira nagyon jó, tehát például háztartási méretekben, közösségek ellátására. Nehéz ellátására egy, egy éles világpiaci versenyben, ahol az összes versenytársam gáz, és dolgozik, arra nem jó. De a német, német zöld egy ilyen nagyon radikális kanyarral indult, hogy koncentráljunk csak a szél és a napenergiára, kapcsoljuk le az összes atomerőművet, és sőt, bontsuk is előket lehetőleg. Ugye a kettő együtt már önmagában elég, egy elég érdekes kombináció, és hát a gyakorlatilag törvényileg be vannak betonozva Németországban, évekkel lebontva, hogy mikor, milyen módon kell kiszorítani a, a gázfűtést, a dízeles autókat, és helyette mindent elektrifikálni, elektromos fűtés, elektromos autók, elektromos acélgyártás, elektromos kohászat. Gyakorlatilag egy, ilyen, egy olyan radikális terv van most kipróbálás alatt Németországban, ami, amit, ö, amit semmelyik másik ország nem gondol reálisnak. És hát ennek ilyenek is a következményei, tehát a befektetők, befektetések menekülnek Németországból, a német vegyipar látványosan költözik át például Kínába, vagy az Egyesült Államokba, tehát ez önmagában egy, egy nagyon súlyos gazdasági megtorpanást okozott volna, de erre jött még rá az orosz-ukrán háború, és annak minden következménye az, hogy a, a korábban nagyon, nagyon lukratív német-kínai és német-orosz gazdasági kapcsolatok ugye meggyengültek, szankciók, vámok, viszontvámok és a többi. És hát volt, és hát ez a, ez a, ez a súlyos probléma, amiről nagyon kevesen beszélnek, hogy hogy a német a német gazdaságnak az egyik versenyképességét az adta, hiszen a, a német munkaerő és a német, német technológia mindig is drága volt, de a versenyképességén segített az olcsó orosz gáz. Na most ez, ezt ugye a, a, ez le lett cserélve, a, a, az olcsó orosz gáznál sokkal drágább cseppfősított gázra, ami elsősorban az Egyesült Államokból jön Németország felé, ő magában nem az a probléma vele, hogy csapfolyós vagy az, hogy az Egyesült Államokból jön, hanem hogy nagyjából négyszer, ötször drágább, mint, mint, mint a korábbi vezetékes orosz gáz, és a tetejében még környezetszennyező is. Kedves Tatár Mihály, köszönjük szépen, és várunk máskor is. Nagyon köszönöm a meghívást.